A tanárokat, tanítókat ünnepelték Szombathelyen. 25-en kaptak elismerést az idei pedagógus napi rendezvényen. A kuplung gyártással ismerkedett Szombathelyen Mike Rockenfeller, a német autóversenyző a Hungaroringen szerepel a hétvégén. Falkósok adják az U20-as férfi kosárlabda válogatott gerincét, Szombathelyen edzőtáborozik az EB-re készülő csapat. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Prikazovics Ferenc. Jó estét kívánok! A Szent Márton kártya bevezetéséről, utak helyreállításáról, a közbiztonságról folytatott vitákról, azok eredményeiről is szót ejtettek a képviselők a közgyűlés utáni sajtótájékoztatókon. Mindannyian megemlékeztek Gyebrovszky Jánosról, akit csütörtökön temettek el. Malassa Péter, a Jobbik képviselője, a gyászeset miatt közgyűlési témákkal nem foglalkozott a sajtótájékoztatón. A közbeszerzési bizottságban is együtt dolgozott az elhunyt szocialista politikussal. Horváth Zoltán, az LMP képviselője elmondta, ha rendesen előkészítették volna a Szent Márton kártyára vonatkozó anyagot, nem kellett volna több hónapon át a közgyűléseken tárgyalni róla. Felajánlotta, hogy önkéntes munkában segít a városlakókhoz eljutatni a kártyát. Fontos lépésnek nevezte a városi klímastratégia megszületését. Bár első olvasatban tárgyalta a közgyűlés a tervezetet, ebből már látszik, hogy az energiahatékonysággal milliárdokat nyerhet a város, fogalmazott. Horváth Zoltán szerint az önkormányzatnak foglalkoznia kell azokkal az utakkal, közművekkel is, amelyeket magánberuházásként például lakóparkokban építettek, de rossz minőségük miatt nem vette át azokat a város. Legalább közvetítőként kellene a helyzet rendezésében szerepet vállalni, javasolta a képviselő. Puskás Tivadar polgármester bemutatta a sajtó képviselőinek a Szent Márton kártyát. Egyben elmondta, a város pályázik a Szent Márton hét lebonyolításának pénzügyi támogatására. A közgyűlés módosította a parkolási rendeletet, ebből egy pontot emelt ki Puskás Tivadar. Ha valaki vett jegyet, de azt például nem látható helyre tette és megbüntették, akkor 2 napot kap a jegy bemutatására, így nem kell pótdíjat fizetnie. Szombathely biztonságos, nyugodt város, utalt a közbiztonsági beszámolóra a polgármester. Arról is beszélt, hogy a városban magánerőből épült utak rendbetételében segít az önkormányzat, 10 millió forintos alapot hoz létre javításra, kátyúzásra. Ceglédi Csaba, az MSZP-STK frakció vezetője nem ért egyet azzal, hogy 10 embert vegyen fel az önkormányzat csak azért, hogy a Szent Márton kártyákat elvigyék a szombathelyekhez. Egyben felajánlotta, hogy fizetés nélkül is segít eljutatni a kártyákat a tulajdonosukhoz. Ceglédi Csaba üdvözölte, hogy elfogadták frakciójuk javaslatát a piros övezeti időlimites parkolás bevezetésének megvizsgálására. A frakcióvezető kiemelte, áttekintik a lehetőségét annak, hogy a főtéri vendéglátóhelyeknek ne kelljen közterület használati díjat fizetni, ha teraszt üzemeltetnek. Ismét honvédelmi miniszter lesz Hende Csaba. Szombathely országgyűlési képviselőjét jelölte a honvédelmi tárca élére Orbán Viktor miniszterelnök. Megnevezte miniszterjelöltjeit Orbán Viktor. A kormányfő honvédelmi miniszternek jelöli Hende Csabát, Szombathely országgyűlési képviselőjét. Ezzel a honvédelmi tárcánál nem várható változás. 9 minisztériummal működik majd a 3. Orbán kormány. A leendő tárca vezetők bizottsági meghallgatása június 2-án, vagyis jövő hétfőn kezdődik. A miniszterek június 6-án tesznek esküt, és várhatóan június 15-éig Orbán Viktor megnevezi az összes államtitkárt. Pedagógusokat köszöntöttek a Bartók teremben, díjakat, kitüntetéseket adtak át a rendezvényen, 25-en kaptak elismerést az oktatásban végzett munkájukért az idei Szombathelyi Pedagógus Napon. 1952 óta ünnepeljük hazánkban a Pedagógus Napot. Minden évben június első vasárnapján tiszteleg az ország az oktató-nevelő munkát végzők előtt. Szombathelyen az állami és egyházi fenntartású intézményekben, a felsőoktatást nem számítva, több mint 1000 pedagógus dolgozik. A diákok létszáma meghaladja a 15 000-et. A jövő felé terelik a tanulókat a pedagógusok, ezt mondta a Bartók teremben rendezett Pedagógus Napon Puskás Tivadar. A polgármester kiemelte, a pedagógusok segítik a gyerekeket, és társként állnak a szülők mellett. A nemzet lámpásaként a pedagógus utat mutat gyerekeinknek,
erősíti a lelküket, a pedagógus szép hivatását a jelenkorban teljesíti, de cselekedetei a jövőre hatnak. Munkája alapvetően meghatározza mindannyiunk eljövendő sorsát. A pedagógus napot óvodások, iskolások műsora színesítette, és elismeréseket adtak át. Szombathely oktatás ügyének segítése mellett díjazták a kiemelkedő pedagógiai munkát végzőket, és azokat, akik Szombathely oktatás ügyért, a város oktatás ügyének fejlődéséért sokat tettek az elmúlt években. Wagner Andrásra emlékeztek halálának 7. évfordulóján. Ülésezett a megyei vezetés. Gyereknapoztak a Kőrösi óviban és ökoturisztikai nap Kőszegen. Rövid hírekkel folytatjuk. Wagner Andrásra emlékeztek halálának 7. évfordulóján a Jáki úti temetőben. Szombathely rendszerváltás utáni első polgármestere 2 cikluson át vezette a várost az SZDSZ színeiben. 2007. május 31-én autóbalesetben hunyt el. Sírjánál fejet hajtottak az őt követő polgármesterek, Szabó Gábor, Ipkovics György és Puskás Tivadar, valamint koszorút helyeztek el az Éhen Gyula kör és a Vasitit képviselői. A közbiztonság és az árvízvédelem is téma volt a májusi megyei közgyűlésen. A vezetők beszámolót hallgattak meg Vas megye 2013-as évi közbiztonsági helyzetéről, ezzel együtt a rendőrség és a települési önkormányzatok kapcsolatáról. Téma volt Vas megye népegészségügyi helyzete is, a területfejlesztéshez kapcsolódóan. A megyeháza dísztermében pénteken tartották a májusi rendes közgyűlést. Festettek, rajzoltak, lisztgyurmáztak és horgáztak is a gyerekek a Kőrösi Csoma Sándor utcai óvodában. A csütörtöki rendezvény egyik legnépszerűbb programja mégis az ugrálóvár volt. Az intézményben minden évben a gyermeknaphoz kapcsolódóan szerveznek programot a kicsiknek és szüleiknek egyaránt. Most először friss lángossal is készültek a szervezők. Kiosztották a Naturpark barát szolgáltatás díjakat Kőszegen. Szálláshelyek, helyi termékek, valamint turisztikai attrakciók nyerhették el ezt a kitüntető elismerést. Az Írótkő Naturparkért Egyesület szervezésében megvalósuló Éden ökoturisztikai napon túrák, kirakodóvásár, előadások várták az érdeklődőket. A rendezvényen bemutatták a Naturparkok Magyarországon című kiadványt. A kuplunggyártással ismerkedett Szombathelyen Mike Rockefeller, a címvédésre készülő német DTM pilóta a Schaeffler csoport szponzorálásában szerepel az autóversenysorozatban, ezért látogatott a szombathelyi LUK-á gyárba. Sokan voltak kíváncsiak az autóversenyző látogatására az LUK-ban. Az igazgató, Michael Reinig mellett mérnökök és gyártósori dolgozók is kérdezték a sportolót, aki a hétvégén a Hungaroringen versenyez Audiával. A magyaródi futam azért különleges, mert 26 éve nem rendeztek ilyen versenyt Magyarországon. A névadó szponzor gyárát éppen ezért látogatta meg a német pilóta. Megnéztem, hogy készül a kuplung. Ilyet még soha nem láttam. Azt láttam, hogy motivált és lelkes emberek dolgoznak a gyárban. Jó tapasztalat volt, nagy nap volt nekem. Az idei túraautó sorozatban címvédőként indul a német pilóta, és a magyar futam előtt vezeti a pontversenyt. Aláírásáért ezért is sorba álltak az LUK dolgozói. 20 éve érdeklődöm a DTM iránt. A nézők számára egy sokkal érdekesebb látványosság, mint a Forma 1. Mióta pedig Mike a Schaeffler színeiben versenyez, különösen fontos a sorozat nekem. A hétvégén a Hungaroringen 9 csapat 23 pilótája szerepel, 170 km a versenytáv, ennyit tesznek meg a 4000 köbcentis 460 lóerős autókkal a versenyzők. Csökkent a tejfogyasztás Magyarországon az elmúlt években 2-3%. A tejvilágnapja alkalmából a tejfogyasztás fontosságára, azon keresztül az egészséges életmódra hívják fel a figyelmet az egészségügyi szakemberek. 67 liter tejet ivott meg egy magyar állampolgár tavaly az egész évben összesen. A szakemberek szerint ennél több tejtermék fogyasztására lenne szükség, ugyanis a tej magas ásványi anyag tartalma miatt alapvető szerepet játszik a fejlődésben. A tej
egy nagyon fontos kálciumforrás, és a kálcium nagyon fontos a csontok fejlődésében, és ezért lenne szükséges a minél több tej és tejtermék fogyasztása, hogy a csontok jól fejlődjenek. Csak az a baj, hogy a gyerekek kevésbé isszák meg a tejet, mert ennél inkább előnybe részesítik az édes italokat. A szülők változatos tejtermék kínálatból választhatnak, hogy a gyerekek ne egészségtelen üdítőket, édességeket fogyasszanak. Nálunk a sláger a tejberizs és a gyümölcsös joghurtok, tehát ezt nagyon-nagyon szeretik, valamint a turmixok, tehát a gyümölcs turmixok, amik tejből készülnek, valamint fagyiból. A tejtermék tanács adatai szerint tavaly Magyarországon egy ember mintegy 160 kg tejterméket fogyasztott. A termék tanács mintegy 40 kg-mal emelné néhány éven belül a tejfogyasztást. Ezt szorgalmazzák a tejvilágnapja alkalmából. 1957 óta van ünnepe a tejnek, néhány éve, június 1-je ez a nap. Szombathelyen edzőtáborozik az A divíziós Európa-bajnokságra készülő magyar U20-as fiú kosárlabda válogatott. A Váradi Attila irányításával gyakorló keretben 7 falkós játékos kapott helyet. Idén, július közepén Krétán rendezik meg az A divíziós fiú kosárlabda Európa-bajnokságot. A kontinens viadalra készülő magyar csapat Szombathelyen alakította ki a főhadi szállását. A tervek szerint 6 részletben több hetet töltenek majd el a fiatalok a Vasi megyeszékhelyen, melynek létesítményeivel maximálisan elégedettek a csapat vezetői, játékosai. Részben azért vagyunk itt, mert elégedettek vagyunk vele, illetve részben azért, mert a legnagyobb helyismeretem nekem itt van. Itt tudom a legtöbbet segíteni minden tekintetben az, hogy a csapatnak jó körülményei legyenek. Meg hát nem utolsó szempont, hogy nagyon sok a Szombathelyi csapatban. Az U20-as fiú válogatott jelenleg egy bő, 19 fős kerettel készül a nagy megmérettetésre. Heten a Falkó Trend Optika KC Szombathely csapatának utánpótlását képviselik, vagyis a gárda gerincét a sárga-fekete kosarasok jelentik. Mi tudjuk egymásról, hogy mikor mit akar a másik, ezért mi összeszokottabbak vagyunk, de hát egy válogatottnak épp ez a szépsége, hogy ez alatt a 5-6-7 alatt meg kell ismerni a többieket is, akikkel már a többi válogatottban is együtt voltunk, és ezáltal van egy kis előnyünk. A magyar korosztályos válogatott kifejezetten alacsony szerkezetben készül az Európa-bajnokságra, ugyanis nagyon kevés, 2 méter feletti játékossal rendelkezik Váradi Attila. Ennek ellenére egyértelműen a biztos bentmaradás lesz majd a cél Krétán, vagyis a magyar csapat meg akarja hosszabbítani az A divíziós tagságát. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.